A villanyúránál keletkezett a tűz, az emeleten látni is alig lehetett a füstől, a tető jó része leégett, a ház lakhatatlanná vált. A család épségben kijutott, de mindenük odaveszett a lángok között. Segítségre van szükségük, hogy fel tudják újítani a házat. Pillanatok alatt már a tetőt nyaldosták a lángok a Szolnoki Percel Mór utcai családi háznál pénteken. A szülők a négy gyermekükkel még időben kimenekültek, de az épület lakhatatlanná vált. Holhoz Sándor az édesapa elmesélte, mi történt. Azt történt, hogy péntek este olyan 21 óra 15 környékén áramszünet lett a házba. Igazából nem gyarakodtam semmire, mert mondták, hogy ez jön a rossz idő, és fordul, hogy amikor áramszünet van. A nagyobbik lányom, ő négy és fél éves, ő szólt az anyjának, hogy sötét van a házba, mert ő már aludt, a feleségem, és fel kellett megnézni, hogy miért van a sötét, és a konyha felől nagy világosság jött be. Kijött megnézni, hogy mi lett ez a nagy fény, és látta, hogy a villanyóránk az lángol. Szólt nekem rögtön, rohantam kifelé, 21 óra 28 körül volt, mert 21 óra 29-kor azonnal hívtam a 112-t, neki meg szóltam, hogy gyerekekkel azonnal hagyják el a házat. Ahogy beszéltem a tűzoltókkal, mondtam, hogy a villanyóra ég, és ehhez nem merek hozzá nyúlni, mert ugye elektronosság van benne. Úgyhogy mondtam, hogy nem tudok vele sajnos mit csinálni. Kapcsolták az itteni tűzoltókat, nekik is elmondtam, hogy mi történik. Közben ez ilyen egy-két perc alatt volt. Bementem, és a emeleten, ahol a két fiam volt, de ők már ha kimenekültek, olyan füst volt, hogy egyszerűen nem lehetett már látni. Mire visszajöttem fél perc múlva a villanyórához, addigra már a tető lángolt, és talán a pillanatok alatt az egész leégett. A legnagyobb segítség az anyagi támogatás volna a felújításhoz, a ház rendbetételéhez, mert magunktól nem tudjuk megcsinálni. Egyelőre nem tudjuk, hogy mi lesz velünk, hogy lesz velünk. Hát most próbálkozunk helyet keresni, ahol egyelőre egy pár hónapra meg tudnánk húzni magunkat, és akkor utána, ha már kijön a biztosító, felmerik a kárt, és akkor szeretnénk berekezdeni a felújításban amennyiben tehetik, utalással is segíthetik a családot. Bankszámlaszám 12 053 005 kötőjel 011 00638, 638 kötőjel 001 00 008.